Egy emancipált nő – Mit mondtál? – ült fel Gamberini. – Hogy lakást kell cserélnünk, ismételtem meg. Számtalanszor beszéltünk már erről, de minden meggyőződés nélkül. Tudják, hogy van az, ha az ember kötött bérű lakásban lakik, ám ezúttal bizonyos voltam a dolgomban, és ezt tudtam, mint ahogy a nő is tudta. Ezért rémülten nézett rám. – Tudod, mit jelent ez? – érdeklődött. Nagyjából, feleltem, éjjel kettő volt, s alig bírtam nyitva tartani a szemem. Különben már elhatároztam, és kész. Általában óvakodom a döntésektől, szelíd és engedelmes feleség vagyok, az ilyesmit szívesebben hagyom a családfőre. De ha egyszer elhatározok valamit, azt elhatározom, és akkor se hagyom eltántorítani magam, a cigány gyerekek potyognak az égből. Nem tudom, önöknek volt-e már alkalmuk, hogy meggyőződjenek róla. Neki? igen. És megtudhatnám? folytatta az érdeklődést. Miféle háborodott agy szülemény ez az ostobaság? Szerinte nekem minden javaslatom ostoba agyszülemény, és minden gondolatom háborodott. Pedig nincs ennél értelmesebb és logikusabb, de ítéljék meg önök. Most, hogy popgimnazista lett, ráadásul reál gimnazista, tanulni valója lesz, nem alhat egy harmonika fallal elválasztott lukban, érveltem. Szabad ellenvetést tennem, szakított félbe. Ha 77 szobánk lenne kizárólag az ő számára, drágalátos fiacskád, akkor is csak szobáról szobára bolyongana, a metafizikájával, a kulcseszével, cool meg a semmittevésével. Ezt csak te állítod, válaszoltam, elismerem némi pofátlansággal, de annál határozottabban. Ide neki azt a 72 szobát, aztán meglátjuk. És a lányokra is gondolnunk kell. Nem osztozhatnak a végtelenségig a fiókokon, nem tarthatják a könyveiket a földön vagy az ágyon, hogy a pelusuknak helyük legyen és fordítva. Különben is a nagynak joga van, hogy néha meghívja a barátait, Nem hogy lehet csacsacsázni egy olyan nappaliban, ahol egy helyben állni vagy ülni is csak úgy lehet, ha az ember közben feldönt valamit vagy valakit. Ellenvetés, Kezdte újra fölemelt kézzel. Ahogy eddig meg volt, ezután is meg lehet. Ellenvetés visszautasítva, közöltem. Tizennyolc éves idén érettségizik, és szerelmi bánata van. Meg tudhatnám, érdeklődött. Miköz a szerelmi bánatnak a szobák számához? Sok, jelentettem ki, ellentmondást nem tűrve. Ha lenne saját szobája, ahol nyugodtan festhetne, tanulhatna, gondolkodhatna és végezhetné a kebelnövesztő tornáját, már is megvigasztalódna egy kicsit. És ha még egy nappali is lenne, ahol normális körülmények közt fogadhatná a barátait, tovább siratná a Paolo nevű ifjöncot, gondoltam, de nem mondtam ki. A gyerekeknek segíteni kell, prédikáltam. A szülők kötelessége, ezt talán a hölgyolvasóidnak tartogasd, Vágott közben, ne nekem. Gyerekügyekben vesztesnek bizonyulván áttért a pénzügyi térre. Van valami halvány fogalmad arról, hogy milyen költségeket jelent a terved? Halvány, feleltem, de van. Ebben a kötött bérű lakásban is állandóan le vagyunk éve a hó végén. Meg tudnád mondani, hogy boldogulnánk az új kötetlen lakbérrel? Ugyanúgy le lennénk égve, mondtam, csak kevesebbet szórnánk szét. Valóban, amilyen végtelen tehetséggel tudjuk szórni a pénzt, olyan nehezen viseljük lelkileg is, meg fizikailag is az adósságot, amiből következik, hogy egy akkora lakás kötetlen bérét, melybe az állatokkal együtt mindannyian elférünk, csak úgy győznénk, ha kicsit kevesebb pénzt kell. Ez bosszantja ők elmét, mert a pénzpocsékolás igen kedvére való. Egyébként nekem is, de hát aminek meg kell lennie, annak meg kell lennie, nem igaz? és Baó farkának hely kell. Ezt nem mondtam, legalábbis nem emlékszem, de úgy látszik, olvasta a villanyújságomon, mert becsmérelni kezdte észveli képességeimet, és Baóról is sértő dolgokat mondott, pedig ő igazán semmiről se tehet, igazán nem ő akart olyan gazdikat, akiknek ilyen kicsi és zsúfolt a lakásuk, s még teraszuk sincs. Baó igazán nem tehet a nagyságáról, se a farka méretéről, minden kutya akkora, s a farga is akkora, amekkorával az anyatermészet megáldotta. Ha valaki hibás, hát az, aki őt választotta. És kiválasztotta száz kutya közül Naki? Én, 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 jó, jó, kiáltotta Gamberini magán kívül. Tudják, milyen ingerültek a férfiak, ha letromfolják őket. Jó, jó, én vagyok a felelős baóért, de az utána következő macskákért? Azokért John, mondtam. Őszülte őket, nem is én. A negyediket viszont nem is emlékszem, kihozta a házhoz. Én. Azt is én, persze. Jó, jó. Én vagyok felelős mindenért, a kutyákért, a macskákért, a gyerekekért, a lakásért, az őrült feleségemért, me a kulpa, hát jó, rendben, elég, ezt szót sem akarok hallani többet. Tombolva bújt a takaró alá, csak aludni akarok. Én is, közöltem, ha abba hagyod a kiabálást, talán tudunk is. Akkorát átrombita mint egy elefánt, és a fejére húzta a trakarót. Többet nem szólalt meg, de egy ideig még rugdalózott, forgolódott, s odafigyeltem volna a takaró alól előkhígyózó villanyújságjára, meg kellett volna adnom a szentszékhez a házasság megsemmisítésére vonatkozó kérelmet. De ügyet se vetettem rá. az ember olyan férjet fogott ki, amilyet kifogott, olyannak kell venni, amilyen. Csak türelem kell hozzá, nagy-nagy türelem. A következő napokban Gamberini csökönyösen elzárkózott az elől, hogy visszatérjen a dologra. Semmi közöm hozzá, hajtogatta. Beszéd meg valóval. Idegesítő helyzet. Amikor barátaink vagy rokonaink, akiket általában én bújtok föl, a lakáscserőlő kérdezték, ilyeneket válaszolt. Ne engem kérdezzetek, hordoljatok a ház úrnőjéhez. Gonyolódó kedvében mindig a ház úrnőjének titulált. dühében őnek vagy aznak nevez. S úgy tesz, mintha nem tudná a nevemet, rangomat és rokonsági fogamat. Elnéző kedvében viszont a hibban tagyú vagyok. Ezekben a napokban állandóan a ház voltam. A ház úrnője szokott eltervezni mindent, hajtogatta ő dönt. Ha egyszer lakbértartozás miatt kutyástól, macskástul a híd alatt végezzük, tudjátok, kihez forduljatok magyarázatért? A ház itt jelenlévő urnőjéhez. Ő majd mindent megmagyaráz. Hogy lakást cseréltünk, ahogy kocsit is cseréltünk a kutya miatt. A ház urnője ugyanis a gombhoz szokott kabátot venni. A nagy kutyát már beszerezte, most már csak egy óriási lakás kell hozzá, óriási terasszal, netán óriási kerttel, vagy tán óriási parkkal. Mindent a kutyákért, meg a macskákért, tódítottam. Ti vagytok a tanúk, hogy az utolsó macskát ő hozta. Igaz, hologattak a barátok és a rokonok. Mindnyájan tanúsítjuk. Erre közölte, hogy mindnyájan eladták magukat a ház itt jelenlévő urnőjének mind az ő zsoldosai, disznóság, nincs már igaz baráta földöt, menjenek a pokolba, s ne gyötörjék költözködésekkel meg lakásokkal. Értitek? Vegyétek úgy, hogy sztrájkba léptem. Ha a ház urnője költözni akar, hát költözzön. Ha híd alatt akarja végezni, hát végezze. De az én véleményemet ne kérje, és a segítségemre se számítson. Semmi közöm az egészhez. Tudni se akarok semmiről. Intézze, ahogy akarja. Egyedül kell csinálnia mindent. Keresgélni, választani, szerződést kötni, költözködni, fizetni. Én majd a fotelból nézem az egészet, értitek? Fotelból! Eltekintve attól, hogy géppisztolyjal se lehetne néhány percnél tovább fotelba kényszeríteni, a többi illetően megtartotta a szavát. Csak ugyan sztályokba lépett. Egyáltalán nem foglalkozott az ügyjel. Igazán nem hagyta az egészet. Akármilyen tanácstalan voltam is, kezdetben úsztam a boldogságban. Olyan ritkán fordul elő, hogy magam intézkedhetem. Először a papám, a mamám, a testvéreim. A tesóim, aztán a férjem, a gyerekek, az állatok, Róza meg a szükség, a pénztelenség, a munka, és ezer más dolog befolyásolt erőtlen, s többnyire balga kezdeményezéseimben, melyeket olykor már csirájukban elfolytottak, máskor csak eltérítettek eredeti irányuktól. Egyébként nem tudom önök, hogy vannak vele, de én csupán hébe-hóba érzek valami nosztalgiát, hudalzba fulladt balga kezdeményezéseim miatt. melyik talán fáj egy kicsit, de Inkább csak a kíváncsiság dolgozik bennem. Hogyan végződhettek volna? De talán jobb, ha nem tudom. Na, a változatosság kedvéért már megint elvesztettem a fonalat. Ott tartottam, hogy eleinte úsztam a boldogságban, hogy szabad kezet kaptam a lakáskereséshez. Nem csak boldog, izgatott is voltam. Megrészegültem, ez a jó szó. Keresgélni, választani, dönteni, visszacsinálni, és közben nem kell kikérnem és meghallgatnom senki véleményét, végre valahára. Minden magam fogok intézni, majd megmutatom, hogy nem balga félíró vagyok, hanem nagy gyakorlatérzékkel érzékkel megáldott, emancipált egész nő, csupa a kezdeményezés, majd meglátják. A megírandó folytatások, a levelezés, a régi lakás, a gyerekek, a kutyák, a férjemről nem beszélek, ezekben a napokban nem igazán váltottunk szót, utána fennmaradt minden szabad másodpercemben, szívvel, lélekkel, azt is mondhatni, írgalmatlan elővel vetettem bele magam a lakáskeresésbe. Lelkesen a hirdetéseket, egy vagyont költöttem telefonra, bélyegre, idegenergiára, valamint taxira. A bestiált csak férjön vezeti, s ő sztrájkol. Írtam egy csomó ügynökségnek, telefonáltam egy rakás embernek, egy másik rakáshoz elmentem, bejártam töménytelen utcát, föllihegtem töménytelen lépcsőn, liftek rengetegében vert ki a hidegberígték, klaustrofóbia, de nem árulom el, a Gemberin hogyan nevezi. Megnéztem számos lakást, áttanulmányoztam ugyanannyi alaprajzot, roppant mennyiségű számítást végeztem, terveket kovácsoltam, én voltam a megtestesült energia és emancipáció. A házurnőjén mindig kitör valami mánia, jegyzi meg Gamberini. Most a lakáslász tört ki rajtam. Úgy navigáltam a lakások közt, mint gyufaszál a tengeren. Otthon is, amikor az írógép fölött kellett volna görnyednem, hogy megállás nélkül dolgozzak, s behozzam az elvesztegettet időt, akkor is azon kaptam magam. Valamelyik szoba közepén mereven bámulom, valamelyik bútort és suttogok öt szoba, konyha, két fürdőszoba, két WC, terasz, hat szoba, dupla mellékhelységek, terasz nincs. Végül Pop egy pillanatra fölnézve metafizikájából figyelmeztetett. Mama, üveges a szemed! Fölrezentem, megköszöntem, s úgy vissza az írógéphez, de hamarost kezdtem előről, csak mondjuk a konyhában, a tűzhelyet bámultam badul, közben gondolkodtam. 780 ezer plusz a rezsi, az egy negyed évre, Ében a négy, meg van egyszer, és maradt három, hová is teszem azt a hármat, na próbáljuk meg, mennyi az havonta? 78-ban a 12, végül róza hangja térített magamhoz. Nagy csassz, már megégett a baj, levehetjük? Vagy az asztalnál, kezemben a kiskanállal, mereven bámultam a poharamba, s gondolatban megint végigmentem a legutóbbi alaprajzon, mikor végül a kicsi hangja rezzentett fel. Fejtörő, mint gondolkodik a mama? el egy a titokzatos Afrikán, kettő Romuluson és Rémuszon, három egy lakáson, melyik a helyes válasz? Szemmel láthatólag senki se osztotta meg velem a gondjaimat és a lelkesedésemet. A kicsit túlságosan leforralták a rémei meg a játékai. Kevés két tanulásszál, Popot, Einstein meg a Cool Jazz, a nagyot pedig, aki állandóan panaszkodott a rondalakásra, a büdös navillióra, a zsúfolt szekrényre arra, hogy egy ilyen lerobbant lakásban nem hívhatja meg a barátait, most teljesen lefoglalta első szerelmi bánata. Semmi más nem érdekelte. A családfő meg úgy festett, mint akinek fogalma sincs, miről van szó. Ház? Lakás? Mi terem? Sose hallott róluk. Szájkolt? rendületlenül végsőkig. Én viszont a legnagyobb zűrzavarban folytattam a keresést, Átkozottul elfáradtam, átkozottul elmaradtam a munkámmal, a háztartással, s napról napra kevésbé éreztem magam emancipálnak, és egyre kevésbé akartam az lenni, de ezt magamnak se vallottam be. Két hét múlva már annyi telefon, annyi lakást, annyi jegyzetet, és alaprajzot halmoztam föl, s a fejem úgy zúgott a számoktól, négyzetméterektől, szobáktól, mellékhelységektől, osztástól és szorzástól, hogy rájöttem, rendbe kell szednem a gondolataimat, ha élve akarom megúszni a dolgot. Egy egész fejfájással tetézett estét áldoztam a helyzet értékelésére. És amikor számtalan antineuralgika után elkészültem, kiderült, hogy a rettentő mennyiségű lakás közt egyetlen, mondom, Egyetlenet sincs, amelyik megfelelne. Vagy nincs terassza, hogy kertről ne is beszéljünk. Vagy a bére magas, vagy kevés a szoba, vagy az utca csúnya, vagy a házréves, vagy nem lehet kutyát tartani egy szóval. Semmi. Nulla. Elment hiába két hetem. Elmaradt egy csomó munkám. Elhanyagoltam a gyerekeimet, a lakást, a férjem pofákat vág. Rettentő szomorúság fogott el. Nem csak a lakás miatt, az egész miatt. Becsapottnak, félnótásnak, idétlennek éreztem magam, aki képtelen egyetlen egyszer végigcsinálni valamit egyedül. De én nem is akarom egyedül csinálni, gondoltam. Ennyáltalán akár se akarok cserélni, csak azt akarom, amit ő. Na hát, most aztán fogják kérdezni, mit kell ezen sírni? Jó, jó, mondtam, hogy dilis vagyok és a fejem is fájt. Ez a mentség mindig beválik. Egyébként csak ugyan fájt, ha nem is ezért sírtam, hanem egy csomó más dolog miatt, ami válságos pillanatokban mindig előjön. Nem tudom, önökkel is így van-e. Valami kis semmiséggel kezdődik, apró kellemetlenséggel, nehézséggel, de aztán, mintha Követ dobnának a szomorúság állóvízébe, a víz felkavarodik, a mélyről minden feljön a felszínre, a körök egyre tágulnak, szélzilálják a reménykedést, a lelkesedést, a bizakodást, és a végén úgy érzi magát az ember, mintha egy nagy szürke tóban fuldokolna, száll egyedül, fölöslegesen és idétlenül. Nem tudom, önökkel is előfordul-e, az én hölgyolvasóimmal előfordul néha, általában ilyenkor írnak nekem. De hát én nem írhatok magamnak, Különben is mi az ördögöt válaszolnék? Az élet szép, kedvesem, akkor is érdemes élnünk, ha idétlennek születtünk. Hagyja abba hát a sírást, és menjen egy. Táncolni kettő, segíteni az öregekken, három, aludni. Pillanatnyilag a harmadik látszott a leghasznosabbnak, kifújtam az orrom, s lefeküdtem. Gamerini még ébren volt, újságot olvasott és cigarettázott. Meg lehetett volna mintázni róla a szibarita féri szobrát. Megjelenésemre szórakozottan dörmögött valamit, aztán olvasott tovább, s úgy tett, mintha nem látná kétségbe esett villanyújságomat. De olyan nagy zörgéses, olyan széles mozdulatokkal lapozta az újságot, hogy tudni lehetett, igenis látja, mi jár a fejemben. Talán csak nem érti, szükségem van rá, akár gyerekeknek az anyjára. Alázatosan feléje nyújtottam a kezem. Kérlek, mondtam megindító hangon, vigasztald meg a házit jelenlévő úrnőjét. Letette az újságot, sárga szemét felén fordította. Mi van veled? kérdezte. Rádölt az összes lakásod? Örülbelül, válaszoltam letörten. Sárga szeme nevetős lett. Mesé, mondta. Mintha nem húsz napja, hanem húsz éve nem hajtottam volna fejemet a vállára, arra a sovány, széles, makacs, de biztos vállára. Ó, mi csoda pihenés! De jó is, hogy kipakolhattam, semmi el nem cserélném ezt a jó érzést. Mindent elmeséltem. A futkosást, a lifteket, az alaprajzokat, azokat az átkozott szobákat, Elmesélve sokkal szórakoztatóbb volt, annyira nevetett, hogy a fejem rászkódott a vállán, mintha a vonaton ülnénk. Az emancipált nő, aki minden maga intéz, a hibban tagyú mindenségit. Nincs az a hatszobás, szobás, dubla mellékhelyiséges, teraszos csoda, ami fölérne szavainak nyers gyöngétségével. Az ördögbe a szobákkal, kinek kellenek? Egyáltalán nem érdekelnek már, jelentettem ki megkönnyebülten. Mármint a lakások, Ár, sajnálkozott, mert én találtam egyet. Te? Mi találtál? Hol? Mikor? Egy lakást. Tíz percnyire innen. Két hete. Már alá is írtam a szerződést. De mi, miért nem szóltál? kérdeztem. Annyira oda voltál, hogy magad szerezd. Nem akartam belegázolni az emancipáltságodba. És ha én is találok, és ha én is aláírok egy szerződést? Te? De... Akkor át nevetett, mintha a hír legjobb viccét hallotta volna. Hát, ami azt illeti, az is volt. A hó végén költözünk, jelentette ki. Várj, idehozom az alaprajzot. Egy perc múlva hason fekve, csillogó szemmel, mutató ide-oda bögdösve tanulmányoztuk az alaprajzot. Hú, mennyi szoba? Hát hány van? Hat. Ezt úgy mondta, mintha ő építette volna meg egy nagy előszoba és dupla mellékhelyiségek. Remélem, Baó farga is kényelmesen el lesz. És hányadik emeleten van? Kérdeztem, és a liftre gondoltam. Földszinten, felelte különös hangon. Földszinten? Akkor persze nincs terasz, motyogtam. Túl szép lett volna, az ember mindent nem kívánhat az élettől, se a bérlakásoktól. Nem baj a lakás, nagy és olyan jó beosztás, hogyha nincs is terasz, terasz csak ugyan nincs. Ezt is azon a különös hangon mondta. De ott a kert. A kert nekünk? Ne ugrálj, már annyira leszakad az ágy, persze, hogy nekünk. Kétszintes villa, persze a külvárosban és a földszinthez tartozik a kert. Az egész a miénk, vagyis mi béreljük. Fordítsd meg a papírt, megmutatom a kert rajzát. Hú, de nagy, kiáltottam föl. Nem is olyan nagy, szerénykedett, de Milánói viszonylatban nagyocska. Hat kutyát is tarthatsz, ha akarsz. Azonnal rájött, milyen könnyelműséget követett el, és sietett kiavítani magát, ha a gondok engedné, de nem engedi. Két kutyánál több nem lehet, azt mondta. És macska? Macskáról nem volt szó, de úgy gondolom négy a felső határ. A gyerekeknek is szabott felső határt? Érdeklődtem. Ne szellemeskedj, inkább nézzük a kertet. Tízszer huszonöt méteres, nem rossz. Egy cseresznyefa is van, közölte mellékesen. Ó, már ön kívületben voltam. De hát ennek egy vagyon lehet a lakbére, kiáltottam felaggódva. Hát, nem mondd meg. Nyögtem, és a kezemet fülemre szorítottam, így is hallottam. Az illemtankönyvek szerint egy hölgy nyilvánosan nem beszélhet pénzről, tehát nem mondom meg az évi összeget, csak annyit mondok, hogy a havi összeg kiszámolásához az én két kezem kevésnek bizonyult, Gamberini újaira is szükség volt, vagyis elég megrázó összeg. Miért? Mit akarsz ingyen adják? kérdezte ő. Nem, de hogy igazán olyan nagy lakás és kert is van, persze méltányos ár csak az a baj, hogy elő kell teremteni. Ha tudjuk, mennyi lakbért kell fizetnünk, majd kevesebbet herdálsz el. Egyesszer meg szigorúan. Te mondtad? Elnevettük magunkat. Felelőtlen a lakok. Hát persze. Ezentúl nem az ablakon szórjuk ki a pénzt, hanem lakbére dorbézoljuk el. Milyen egyszerű. Visszafordítottuk a papírt a másik oldalra, ahol a lakás alaprajza volt, és elosztottuk a családot meg az állatokat a megfelelő zónákba. Ez a nappali ebédlő, ez a mi szobánk, ez a nagy szobája. Hirtelen furcsa érzésem támadt, mintha valaki figyelne bennünket. Fölemeltem a fejem. A régi lakás figyelt bennünket. A tinta foltos padló, a repedezett menyezett a falak, melyek gyerekeink sírását is hallották, a régi lakás, mely legnehezebb éveinket vigyázta, megosztott velünk szegénységet, munkát, félelmet, könnyeket, és most nincs rá többé szükségünk, figyelt és hallgatott. Lehajtottam a fejem. Ez itt pop szobája, folytatta az érzéketlen. Itt meg a kicsié. Beszélj halkabban, mondtam. Felébreszted a gyerekeket.